romák elleni támadás sorozatból lehet-e következtetni arra, hogy itt sorozatgyilkos vagy gyilkosokról van szó? Hát már lehet következtetni, és a rendőrség már következtetett is egyébként. A rendőrség szempontjából minél nagyobb számú bűncselekményből tud olyan adatokat összeszedni, amiből azonosságokat, vagy éppen nem azonosságokat talál a bűncselekmények között. Természetesen a nagy baj az, hogy ebbe beleférhet más is, aki másolja, aki egyéni érdekből vagy egyéni ellenérdekből követel bűncselekményt, és megpróbálja lemásolni ugye a sorozatgyilkosnak az elkövetési módszerét. Az elkövetők hidegvérű gyilkosnak tűnnek föl, vagy elmebetegeknek? Én nem hiszem, hogy elmebetegek. Tehát az eddigi sorozat is azt bizonyítja, hogy egy nagyon jól szervezett, és egy nagyon jól kivitelezett és megszervezett bűncselekmény sorozattal áll szembe a rendőrség, mert ahogy ezek végre vannak hajtva, ez azt jelenti, hogy idézőjelben profikkal van dolga. Olyanokkal, akik kezeltek már fegyvert, olyanokkal, akik voltak hasonló helyzetben, tehát mondjuk kellett fegyvert használniuk, vagy naponta használnak fegyvert. Tehát ez elmebeteg nem tudja megcsinálni, ez csak hideg számító ember tudja megcsinálni. A 100 nyomozó, aki ezen az ügyön dolgozik, az sok vagy kevés? Hát nagyon sok a 100 nyomozó, tehát azt gondolom, hogy több mint elég erre az ügyre, vagy erre a sorozatra. Nyilván itt az a kérdés, hogy mit tudnak csinálni a nyomozók, tehát mennyi munkájuk van. Hogy lehet a nyomozóknak kitölteni az idejét azzal, hogy ezek hasznos munkát végezzenek. Tehát nyilván ezekben az ügyekben, amiről most beszélünk, és mondjuk sorozatgyilkos keres a rendőrség, nagyon nagy számú ellenőrzést kell végrehajtani, mondjuk előző bűncselekményeket, akik már voltak hasonló bűncselekményeket büntetve, olyan bűncselekményeket, ahol szintén fegyvert használtak, és sorolhatnak. Rendszerint a utolsó utca, utolsó házak valamelyikében támadnak rá védtelen családokra. Ez nem éppen a gyávaságnak a jele. Azt gondolom, hogy nem, mert ugye végrehajtja a legsúlyosabb bűncselekményt, embert, ráadásul gyereket is megöl, ha éppen úgy adódik. És hát ugye a lényege abban van, a menekülési útvonalban, abban, hogy kevesebb az esély arra, hogy meglátják, hogy tanúk lesznek, és a bűncselekmény elvégzése után, végrehajtása után gyorsan el tud tűnni. És a lehető leggyorsabban el kell hagyni a helyszínt, úgy, hogy ne vegye észre senki. A legegyszerűbb ugye a szélsőház, mert amíg ugye foglalkoznak azzal, hogy például rágyújtották, mert tűzoltók érkeznek, stb. Még a nyomokat is tönkreteszik, ők még nyugodtan bárhol elmennek. És azért ráadásul, ugye, hogy én emlékszem a helyszínekre, nagyon könnyen megközelíthető főútvonalakon. Van-e a között összefüggés, hogy mennyire lehet sikeres egy nyomozás, és a között, hogy mennyi a nyomra vezetői díj, nevezetesen ebben az esetben már 100 millió forintnál tartunk? Hát ugye a világban a pénz mindig uralkodik, és előfordulhat, csak attól félek, hogy ez egy kis létszámú csapat, akik borzasztó komolyan együtt vannak. Tehát igazából nehezen tudom elképzelni, hogyha nem beszélnek és valaki nem hibázik, akkor egymás között a pénz az bármit is jelentene. Amikor a szakminiszter, és az előbb hallhattuk a hírekben, igen, nemzetközi segítséget is kér, milyen speciális segítség jöhet ennél a gyilkosság sorozatnál? Hát én azt gondolom, hogy profilalkotókat jelenthet, akik nagyon szakképzettek, és akik egyébként nem új dolog, mert nem tudom, biztosan emlékszel a bolti sorozatgyilkosra Magyarországon. Ugye ott én vezettem a nyomozást, amikor Budapesten több boltot is megtámadtak, és több boltost is megöltek. Akkor mi már dolgoztunk együtt az FBI-jal, mert itt voltak profi alkotó szakemberek, és elképesztő tudással bírnak, akik nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani a rendőröknek. Igen. Megfigyelhető-e bármilyen, idézőjelben mondom, persze tanulási folyamat az elkövető vagy az elkövetők részéről? Én legalábbis, ahogy figyeltem, szerintem pontosan azért beszélünk sorozatról, mert azonos szinten követik el a bűncselekményeket, azonos módszerrel, azonos kegyetlenséggel, tehát igazából nem nagyon kellett finomodni, mert már az első bűncselekmény is egy nagyon jól megtervezett, megszervezett, nagyon kegyetlen bűncselekmény volt, mert ugye ott is kijöttek az égő házból,
és azonnal tüzeltek. Aztán utána ugyanezt történt egy másik helyen. Tehát igazából ez egy nagyon kegyetlen és egy nagyon hidegfejjel végrehajtott bűncselekmény. Ez egy ilyen embervadászat, amit ezek az emberek tudni, hogy élveznek. A nemzetközi tapasztalatok alapján mennyi gyilkosság szám után juthat a rendőrség sorozatgyilkosság esetén az elkövető vagy az elkövetők nyomára? Hát ez mikor, hogy? Tehát ilyen nincs. De sok mindentől függ egyébként. Lehet, hogy olyan típusú gyilkosokról kezdünk el beszélni, akik előbb-utóbb majd szerepelni szeretnének, akik majd felveszik a kapcsolatot, akik üzenetet fognak küldeni a sajton, vagy bármilyen csatornán keresztül. De lehet, hogy egyszer majd hibázni fognak, és valaki majd észreveszi, vagy lát egy rendszámtöredéket, vagy sorolhatnám. Tehát igazából ugye ez azért érdekes, mert statisztika nélkül a rendőrség csak kőkemény munkával kísérti a szerencsét, hogy hát egyszer hibáznak ezek az elkövetők.